Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Közgyűlés szexárdon ismét nem jelentek meg az ÉSZ frakció tagjai. Helyére került a tolnai megyeszékely karácsonyfája. 10 méteres fenyő díszíti a Béla király teret. Munkahelyteremtés. Minden lehetőséget megadnak Fürgeden. Tagdíjváltozás, pénzt hagy a gazdáknál az Agrárkamara. Nem jelentek meg az Éljen Szexárd frakció tagjai azon a közgyűlésen, ahol az időközi önkormányzati választást megnyerő Fidesz-KDNP-s képviselő Szollár Zoltán letette az esküjét. Ez már a többedik ilyen bojkottjuk volt. A megyejogú város jegyzője azt mondja, mivel nem végzik el a vállalt feladataikat, csökkenthetik a tiszteletdíjukat is. Én Szollár Zoltán. Becsületembe fogadom. Ünnepélyes keretek között tette le esküjét csütörtökön délelőtt a szexárdi közgyűlés új tagja. Szollár Zoltán beiktatásán viszont a szavazók akaratának megfelelően a választást elveszítő észtagjai nem voltak jelen, ugyanúgy, mint ahogyan a többi 54 napirend tárgyalásán sem vettek részt. Én úgy gondolom, hogy ez nem egy felelősségteljes képviselőhöz való magatartás, hogy a közgyűlésre nem megyünk el a szexárdi választókat, akik egyébként azért szavaztak rájuk, akik rájuk szavaztak, azokat teljes egész cserben hagyták. Zaják Rita polgármesteri tanácsnok az ilyen szexárd tagok bojkottjával kapcsolatban azt mondta, szerinte felháborító a távolmaradásuk. A képviselőknek az a dolga, hogy a munkában részt vegyenek, döntéseket meghozzanak. Olvastam, hogy előzetes egyeztetéseket az ÉSZ frakció nem folytathatott a Fidesz frakcióval, részben ez volt az indok arra, hogy nem vettek részt a közgyűlés munkájában. Szerintem az érveket itt kell ütköztetni a közgyűlésen, itt kell elmondani a véleményeket, és azután itt kell meghozni a döntést, kinek lelkismerete szerint. Dr. Gábor Ferenc, a tolnai megyeszékhelyi edzője stábunknak a közgyűlés után arról beszélt, hogy az ÉSZ tagjai már többedik alkalommal maradtak távol. Mindezt annak ellenére, hogy a hivatal munkatársai rengeteg időt töltöttek az előterjesztések kidolgozásával. A jegyző szerint a távolmaradók akár szankciókra is számíthatnak. A képviselőknek be kell jelenteni előzetesen a polgármesternek, hogy nem tud megjelenni, és nyilván valamilyen indokot kellene mondani. Ezt nem tették meg, tudomásom szerint, és hogyha ezt nem teszik meg, akkor ezt nyilván szankcionálhatják a képviselők a következő közgyűlésen, és ez tiszteletdíjcsökkentéssel is járhat. Bomba Gábor, az ÉSZ frakció vezetője a Facebookon közzétett közleményében azt írta, azért nem vettek részt a csütörtöki közgyűlésen, mert szerintük a kormánypárti képviselőknek egyeztetniük kellett volna velük a napirendi pontokról. Hiába maradt távol mind a 6 ilyen szexártag, az ülést ettől függetlenül megtartották, a közgyűlés ugyanis határozatképes volt. A képviselők kiemelt témaként tárgyaltak arról, miként tud az önkormányzat a kormány kérésének eleget téve spórolni az energiával. Az ennek kidolgozására létrehozott munkacsoport azt javasolta, hogy kapcsolják le a közvilágítás minden második lámpáját. Máté Péter viszont módosítót nyújtott be, mert szerinte ezzel jelentősen romlott volna a helyiek komfortérzete, és az elért megtakarítás sem lenne jelentős. Ehelyett csak a bevezető utakon korlátozzák a világítást, és más módon takarékoskodik a város. Ami nagy költséggel jár, a távfűtés, a múzeum főépületének a távfűtése, azt tegyük temperálóra, és a múzeum dolgozók azok vagy home office-ban, vagy a Babismények Kulturális Központban tudnak dolgozni, valamint a múzeumot ne zárjuk be, tartsuk nyitva. Az utcáról kabátba bemenő ember ezt a temperáló hőmérsékletet teljesen jól kezelheti. Emellett a könyvtárban is bevezetik azt a rendszert, ami korábban is működött ott egy ideig, vagyis hogy a kölcsönzési igényeket előzetesen veszik fel a dolgozók, és bizonyos időpontokban adják át a kiadványokat. A közgyűlés legközelebb várhatóan december közepén ülésezik újra Szexárdon. Az Eurostat harmadik negyedéves GDP adatainak tükrében Magyarország gazdasági növekedése a szankciós válság ellenére is az 5. az uniós rangsorban, jelentette be a pénzügyminiszter az országgyűlés plenáris ülésén. Varga Mihály a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény módosításáról szóló javaslattal kapcsolatban szólalt fel. A törvény több ponton is átalakítanák. A javaslatok között szerepel, hogy a jegybank a nyeresége 50%-át fizesse be a költségvetésnek, de azt a módosítást is megvitatja az országgyűlés,
miszerint új adósságféket vezethetnek be a magánszemélyek hiteleire. Tartós védekezésre kell berendezkednünk, el kell hárítanunk a szankciók negatív hatásait, és meg kell küzdenünk azért, hogy az inflációt visszaszorítsuk, a lehető legrövidebb távon ismét egy számjegyűvé tegyük. Mint ismeretes, az infláció letörésében a kormánynak és a jegybanknak egyaránt van feladata. A kormánynak pedig ebben a kontextusban az is a felelőssége, hogy a jegybank mozgásterét növelje, hatékony működését a rendelkezésre álló eszközökkel elősegítse. Felállították a Tolnai megyeszékely karácsonyfáját. A 10 méteres fenyőt Szekszárdon a Jedlikányos utcából vitték el a Béla király térre. A tulajdonos azt mondta, sok bosszúságot okozott már nekik ez a növény, de nagyon örül, hogy jótékony célra ajánlhatta fel. Ez a közel 10 méteres fenyőfa lesz idén a Tolnai megyeszékhely karácsonyfája. A termetes növényt Halász János ajánlotta fel a város számára. Ez előtt 30 éve lett ez a lakás a miénk, akkor ez 180 centi magas volt. És ez lett belőle, most már megemeli a járdáknak a jobbról, balról, lépcsőt, minden, mert már baj van vele. És én szóltam a városnak, a város egyedül csöndben volt, és egyszer megcsörrent a telefon, a város főkertész asszonya, hogy hoppá, mégis kell a fa a karácsonyfának. A férfi azt is elárulta, hogy bár a fenyő együtt nőtt fel az unokáival, a társasház felső szintjét annyira leárnyékolta, hogy délben is csak lámpa mellett lehetett olvasni. Arról nem is beszélve, hogy szinte minden évben javítani kellett az autóbeállót, és a járda szerkezetének sem tett jót a több évtizedes fagyökérzete. A fiúk is, meg a kismenyem úgy megkönnyezték, mert szerették ezt a fa, szép volt, mutatott volt. Ezért 5-6-7 éve még, Isten őrület, nem is gondoltunk volna erre, hogy odaadjuk. A fenyőfát még délelőtt a Béla király térre szállították, ahol egy kis faragás után be is tudták állítani új helyére. A napokban feldíszítik, így ez jelzi majd a Tolnai megyeszékhelyen az adventi időszak kezdetét és a szeretet ünnepének közelettét. Hamarosan elkezdődhet Szekszárdon a Vörösmarty utcai korábbi orvosi ügyelet épületének a felújítása. A tervek ugyanis már elkészültek, amiket a helyi gazdasági és pénzügyi bizottság tagjai el is fogadtak. De az sem kizárt, hogy a helyi járatos menetrendben is lesznek kisebb változások. Látványtervek a felújítás előtt álló Vörösmarty utcai épületről. A munka kezdése egyre közeledik, a tervek szerint januárban el is indulhat. Az ehhez szükséges előkészítés folyamatos, legutóbb a Megyei Guváros Gazdasági Bizottsága hozott a beruházással kapcsolatos döntést. Elkészültek a tervek, amik egyébként nagyon látványosak és nagyon szép lesz ez az épület, és ezeket a terveket hagytuk jóvá, úgyhogy reméljük, hogy rövidesen a kivitelezés meg fog tudni kezdődni, és a korábban talán 4000 főre becsültük, hogy annyi lesz ennek az orvosi rendelőnek a létszáma, mennyi ember igénybe fogja venni, rendelkezésre fog reméljük mi hamarabb állni. Az épületben eddig a humánszolgáltató és a felnőtt házi orvosi ügyelet működött. A beruházás lezárultával előbbi intézmény munkatársai visszaköltöznek majd, valamint itt kap helyet két körzeti orvosi praxis is. Szeptember előtt néhány nappal lépett hatályba az új helyi járatos menetrend Szekszárdon. A módosításra az évek alatt lecsökkent utasszám és a folyamatosan dráguló költségek miatt volt szükség. A legmarkánsabb változás, hogy a helyiek bizonyos távolsági járatokra is felszállhatnak a városi bérlettel. Most az eddigi tapasztalatokról is tárgyaltak a gazdasági bizottság tagjai. Hogy az összkép az mindenképpen pozitívba hajlik. Nyilván majd el kell dönteni azt is, hogy ez a menetrend ez milyen távon, hosszú távon tartható-e. Nyilván ez megint egy költségvetési kérdés lesz. A Volánbusz nagyon rugalmasan kezelte egyébként a bejövő igényeket, és voltak olyan igények, amelyeket a Volánbusz el tudott fogadtatni, és aztán be is vezette már, tehát van egy nagyon jó együttműködés pillanatnyilag. A tervek szerint tehát a mostani menetrend még nem végleges. A módosításokról folyamatosan beszámolunk majd. Az ország 300 leghátrányosabb helyzeti településének egyike Fürged. A Tamásitól 16 kilométerre található faluban a közmunkaprogram mellett a 2014-ben pályázati forrásban megvalósított Varroda biztosít csak munkalehetőséget.
az ott élők a megye több falujához hasonlóan órákat utaznak azért, hogy dolgozhassanak. Fürged önkormányzata igyekszik minden pályázati forrást megragadni a fejlődés érdekében. Fürged a hátrányos helyzetű települések közé tartozik, a faluban jelenleg körülbelül 700 fő lakik. Az önkormányzat számára fontos az itt élők életminőségének javítása, a közösségi élet fejlesztése. Minden pályázati forrást megragadnak, amivel akár munkahelyet teremthetnek, vagy akár a település gyarapodását segíthetik elő. Mi bent vagyunk az ország 300 leghátrányosabb települések között. A Máltai Szeretett Szolgálat egy uniós pályázaton keresztül fog majd is táponni bennünket, de én azt mondom, hogy ha nincs igazi munkahelyteremtés a településeken, onnantól megette fene az egészet. És például a Közép-Dunamenti Fejlesztési Ügynökség tavaly kitalált egy mintaprogramot Fürgedre, Párira és Keszőhidegkútra, ugyanis mi kimaradtunk a vezetékes gázból, és hát szépen kint voltak, fölmértek bennünket, beszélgettünk a szociális csapattal, a szakmai csapattal. Egyelőre úgy tűnik, hogy ez a mintaprojekt nem valósul meg. A település életében fontos lenne a munkahelyteremtés, mert az itt élőknek akár órákat is utaznia kell azért, hogy dolgozhassanak. A falu él a közmunkaprogramatta lehetőségekkel, amelyek keretein belül 20 főt a mezőgazdasági, 6 főt pedig a szociális programban tudnak foglalkoztatni. Egy munkahelyteremtő program keretében valósult meg a Varroda még 2014-ben, amely azóta is több főnek ad munkát. A Varrodánk az hál' Istennek működik, két vállalkozó vette ki, a táskagyártó rész is működik, az elsődleges munkaerőpiacon, illetve a munkásruhavarrás is egy siófoki vállalkozó működteti. Tehát volt értelme annak ide, hogy belevágtunk ebbe a varrodás dologba, csak hát kéne még más szegmens is, ami igazából felszippantaná munkanélkülieket. Fürged község önkormányzata mindent megtesz annak érdekében, hogy egy élhető település maradhasson ez a kis falu. Pénzt hagyja a gazdák zsebében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az aszályra, az energiaválságra és a szomszédban dúló háborúra való tekintettel idén összesen 1 milliárd, jövőre pedig várhatóan további 2,5 milliárd forint értékben nyújt tagdíjkedvezményt a szervezet a tagoknak, mellyel a társas vállalkozások is élhetnek. Tolna megyében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának 11 ezer tagja van, amelyből 9 ezer őstermelő. A kamarai tagdíjat a szervezet állapítja meg tagjai számára. Tavasszal a gazdasági társaságoknak, novemberben pedig a magánszemélyeknek kell megfizetni a tagdíjat. Idei évben a történelmi asztályra és az energiaválságra való tekintettel úgy döntött a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának a küldött gyűlése, hogy a magánszemély tagjaink részére országosan 1 milliárd forint tagdíjkedvezményt nyújt, és a 2023-as évben pedig további 2,5 milliárd forint tagdíjkedvezményt fogunk nyújtani, de ott már nem csak a magánszemély tagoknak, hanem a gazdasági társaságoknak is. A 150 ezer forint vagy ennél kevesebbet fizető tagok automatikusan részesülnek egy 30%-os kedvezményben, mely az ügyfélkapujukon már most nyomon követhető. A 150 ezer forint fölötti tagdíjsávokba eső kamarai tagjaink esetében nem automatikus ennek a 30% kedvezménynek a megadása, hanem egy méltányossági kérelmet kell, hogy benyújtsanak. A kérelmek elbírálása még a decemberi hónapban megtörténik, és a gazdálkodók az értesítéseket a jövő év elején vehetik kézbe. Vendég Edit azt is elmondta, véges a keretösszeg, melyet az országos szervezet Tolna megyének biztosított, így fontos, hogy az érintettek mielőbb benyújtsák kérelmeiket. Az idejére jutó 1 milliárd forintos kedvezményt a NAV százalékos arányban osztotta szét a megyék között attól függően, hogy az aszály milyen súlyosan pusztított az adott területen. Tolna megye az összes kedvezménykedet 30%-ában részesedett. Regionális híreink következnek. Ellenőrzést akarnak a pécsi közszereseknél. Kérvényben fordultak a városvezetéshez a fideszes politikusok. Erős emberek Kaposváron hatalmas súlyokkal dolgoztak a nem mindennapi versenyen. Megoldásokról beszéltek a pécsi iparkamara rendezvényén. Nem szerepel a Pécsi Önkormányzati Ellenőrzési Bizottság vizsgálati tervében a város közterület felügyeletét ellátó szervezet. Ráadásul névtelen levélben ír valaki a zavaros belső viszonyokról, amit tapasztalt a társaságnál. Ezért a polgári oldal azt kéri, vegyék fel az ellenőrzési listára a köztereseket, hogy tisztázódjon a helyzetük.
Nem vizsgálja a Pécsi Közterületfelügyelet működését a Város Ellenőrzési Bizottsága, ezt vetette fel a legutóbbi közgyűlésen a Fidesz képviselője. Barkuszi Csaba egy névtelen levélről is beszélt, amelyet eljuttatott valaki a képviselőkhöz, és zavaros helyzetről írt benne, amit állítása szerint a szervezetnél tapasztalt. Eddig minden évben belekerült a közterületfelügyelet ebbe az ellenőrzési listába, most valamilyen rejtélyes oknál fogva Péterfi Attiláék kivetették a közterületfelügyeletet, tehát nem akarják azt, hogy ott ellenőrök mászkáljanak, belenézzenek a cég, vagy hát a szervezetnek a könyvelésébe, pénzügyi adatokba, egyáltalán magába a működésbe, a különböző szabályszerűségekbe, és ez azt mutatja, hogy ebből jól érződik, hogy azok a megfogalmazások, amik egyébként nem csak ebben a levélben, hanem számos más fórumon is érkeznek hozzánk, ezeknek minden valószínűség szerint igen alapos okuk és valóság alapjuk van. Ezért a képviselőcsoport kezdeményezéssel fordult a baloldali városvezetéshez. Csizmadia Péter, a Fidesz pécsi frakcióvezetője már bejelentette azt, hogy kérvényezni fogja egy javaslatban, hogy kerüljön vissza a közterületfelügyelet az ellenőrzési csoport által vizsgált pécsi önkormányzati szervezetek és egységek sorába. Ettől azt remélik, hogy tisztázni tudják, milyen viszonyok között működik a pécsi közterületesek szervezete. Remélik, hogy ezt a szándékukat támogatják a város vezetői oldalon is. Nemzetközi erős emberek versenyt rendeztek Kaposváron. A viadalon három ország sportolói hat számban mérték össze erejüket. Meg kell fogni, minél kijebb fogod, annál azért könnyebb, tehát minél beljebb fogja, mert annál nehezebb. Kőgolyók, traktorgumik és többek között egy 16 tonnás kamion is arra várt, hogy a Kaposvárra érkező erős emberek megemeljék, átfordítsák vagy épp elhúzzák őket. A többszörös világbajnok ifjabb Fekete László által szervezett viadal résztvevőinek többsége nemrégében kezdte elűzni ezt a sportágat. Az elmúlt három verseny, ötön voltam, azt hiszem, az elmúlt három versenyén már látszik a fejlődés, és hát egyre jobban megy minden, edzünk, próbálunk, és megyünk előre. A versenyzők számos megerőltető próbát teljesítettek a szép számmal megjelent közönség szurkolása mellett. Értelemszerűen minden résztvevőnek megvolt a maga kedvenc feladata. Nekem a kedvenc a kőgolyó, azt nagyon szeretem, viszont a szikla sem okoz annyi problémát, az is ott kicsit levegő, mondjuk, hogyha rajtunk van a súly. A koffer is elég jó, csak most pont nincs, de amúgy szokott lenni. Meg a gumiba itt az volt a baj, hogy nagyon vizesod bévi, csúszott össze-vissza, de amúgy az is szeretem. A kedvezőtlen időjáráshoz képest sokan voltak kíváncsiak a több mint 100 kilós férfiak viadalára, a különböző gyakorlatok pedig egész délután egymást követték. Kiállítással emlékeznek a 100 éve született Bálint Ágnesre. A Mazsola mese sorozat, a Szeleburdi család, a Frakka macskák réme, valamint a Kukori és Kotkoda is az író nevéhez fűződik. A kaposvári Takács Gyula könyvtár gyermekrészlegén nem csak a könyvei, hanem az általa alkotott karakterek is láthatóak. Frak, Károly bácsi és Irma néni, Noé és a két macska, csak néhány azon szereplők közül, akiket Bálint Ágnes teremtett írásaival. Történetei ma is megtalálhatók nem csak a világhálón, hanem a könyvtárak polcain is. A jubileum alkalmából pedig egy rendhagyó kötet is megjelent. Most ez egy meseantológia a Putrinka utcán túl, és kortárs költők, írók szereztek bele meséket, tisztelegve erről Bálint Ágnes emlékének, és ez is 100. emlékév alkalmából jelent meg. Dramaturgként olyan mesékben is dolgozott Bálint Ágnes, mint a Mikrobia, Megmester, a Mirmur vagy éppen a Pompom. Azonban íróként is ismerté vált. Klasszikus meséi is helyet kaptak a Kaposvári Könyvtár időszaki kis kiállításán. Rengeteg mesét írt, elsősorban talán a legismertebb a Mazsola történetek, akkor a Kukori és Kotkoda, Vízipók, Csodapók, a TV Macinak is ő az anyukája, úgyhogy számtalan klasszikus mesét köszönhetünk neki, számtalan klasszikus mesefigurával. Nem csak a könyvek lapjain, hanem a vitrínben is megtalálhatók Bálint Ágnes mesefigurái. A horgolt alkotásokat a könyvtár egyik munkatársának édesanyja Szigeti Gyöngyi készítette. Mint lánya mesélte, anyukája a nehézségei ellenére is folyamatosan tevékeny. Ismerték a könyvtárosok más jellegű munkát.
Azt, hogy ő most horgol éppen, az most egy nem annyira régi történet, egy pár évvel ezelőtt kezdett el horgolni, de nagyon büszke vagyok rá. Nem emlékszem olyan időszakra az életemből, amikor ő valamit ne alkotott volna. Festett, ő rajzolt, ő mesekönyvet írt, most horgol, és mindezt látássérültként. A szinte teljesen vakszigeti Gyöngyinek igazi kihívás a horgolás, de mint mesélte, neki ez az igazi kikapcsolódás. Három szállal vastagabb horgolótűvel dolgozik, hogy így is könnyebb legyen az alkotás számára. Fényképről merít ötletet, de hogy egy-egy munka elkészülhessen, azt sok kísérletezés előzi meg. Van én nekem egy kis számítógépem, amihoz a monitorom egy olyan nagy tévé, és akkor ezt szépen ki kell nagyítani, és akkor kigondolni, hogy hogy horgolom meg, mert nem minta alapján készül. A legtöbb ember az ilyeneket minta alapján leírják, hogy most ennyi láncszem, annyi pálcika. Szigeti Gyöngyi gyermekként megtanult horgolni, később kötni is. Nyugdíjas éveiben újra a horgolást választotta hobbinak. Munkáival a későbbiekben is lehet majd találkozni a Takács Gyula könyvtár gyermekrészlegén. Milyen hatékony módszerek vannak a munkahelyi stressz kezelésére? Kikre hat a legjobban ez az állapot? Mit jelent a stressz a cégek hatékonyságában? Ezeket a kérdéseket járták körül a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Humánklubjának novemberi rendezvényén. A munkahelyi stresszről szólt a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Humánklubjának novemberi rendezvénye. Itt az előadók beszéltek arról, hogyan oldhatják a munkahelyeken a stressz okozta helyzetet, ami kihat a hatékonyságra is. Ez a fizikai dolgozók szintjén is meg tud jelenni, de a vezetők szintjén még inkább. A vezetők, vagy az úgynevezett fehér gallérosok szintjén talán még fontosabb az, hogy azt a fókuszálást, amit megkíván mondjuk egy vezetői munka, ezt nem tudják olyan hatékonyan megtenni az ilyen stresszes szituációkban. Nagyon sokszor kiégéshez vezet ez a helyzet, tehát akár egy tartós egészségkárosodást is lehet kapni ettől, vagy egy tartós, depressziós állapotba lehet kerülni. Tehát mindenképpen nagyon káros. Éppen ezért összegyűjtötték azokat a módszereket, amiket a különböző cégeknél alkalmaznak a stressz kezelésre. A Humán Klubban az előadások mellett kerekasztal beszélgetésen vitatták meg ezeket. A Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában közel 50 cég vállalkozás képviselője volt jelen a Humán Klub novemberi rendezvényén. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Közgyűlés szexárdon ismét nem jelentek meg az ÉSZ frakció tagjai. Helyére került a Tolnai megyeszékely karácsonyfája, 10 méteres fenyő díszíti a Béla király teret. Munkahelyteremtés, minden lehetőséget megadnak Fürgeden. Tagdíjváltozás, pénzt hagy a gazdáknál az Agrárkamara. Pénteken nyugodt frontmentes időjárás várható gyenge légmozgással, párás, ködös és derült tájak változása ígérkezik. Éjszaka valamivel több felhő érkezik fölénk, számottevő csapadék azonban nem hullik. Friss hírekkel pénteken este jelentkezünk legközelebb, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!